Ahogy eddig is, a ZHK-s járművek gyűjtik be a szemetet a lakosságtól Sátoraljaújhelyen, bár alaposan megváltozik a hulladékszállítás teljes rendszere. Az új törvényi szabályozás értelmében továbbra is alapelv, hogy a szennyező fizet, de újdonság, hogy megszűnik a keresztfinanszírozás, vagyis a beszedett személydíjakat semmi másra nem lehet elkölteni, csak hulladékszállításra. A közszolgáltató már csak non-profit cég lehet, és vele szemben követelmény többek között, hogy céltartalékot kell képeznie, környezetvédelmi biztosítással kell rendelkeznie és ügyfélszolgálatot kell fenntartania. De alapvetően változik a díjmegállapítás rendszere is. Az önkormányzatnak nincsen díjmegállapítási joga, hanem mindig az adott minisztérium szabja meg a hulladékszállítás díját. A lakosságot érintheti például az a törvényi szabályozás, hogy egy évben a törvény egy lomtalanítást ír elő. A hulladéktörvény és az önkormányzati törvény is szorgalmazza a társulások kialakítását a hulladékgazdálkodás területén. Sátoraljaújhelyen a közszolgáltatást továbbra is az Abaúj-Zempléni Szilárd hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás útján tervezi a város. Az új rendelet nem módosítja a lakossági kedvezmények rendszerét. A lakosságot érintő kedvezmények, amik eddig is a helyi rendeletünkben szabályoztunk, ugyanúgy az új rendeletben is megtalálhatóak lesznek. Azt egy az egyben átvezettük a mostani rendeletünkben, úgyhogy ilyen szempontból se éri a lakosságot semmilyen hátrány. A notórius nem fizetők azonban mostantól keményebb elbírálásra számíthatnak. Egy másik jogszabály értelmében ugyanis a személydíj tartozásokat már nem az önkormányzat, hanem a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja majd be, ha az adósság meghaladja a 10 000 forintot.